Szarvason már nem ismeretlen a klímanócskák program. Tulajdonképpen ez egy olyan környezetulatos nevelés, amely az óvodásokat és az iskolásokat célozza meg. Itt Szarvason, most a Kossuth utcai óvodába jött el, és tanítja, okítja a gyermekeket erre a klimanócskák programra, mi az előzetes meglátása, az óvodások mennyire befogadóak a klimanócskák, illetve a környezettudatos nevelés iránt egyáltalán. Az óvodáskorú gyermekek nagyon befogadóak, hiszen maga a klímanocskák program egy olyan játékos tevékenységekkel egybekötött nevelési program, ami azt célozza meg, hogy a gyerekek már egészen kicsi korban sajátítsák el a klímatudatos felnőtté válásnak az alapelveit, tanulják meg a környezet tudatosságot, és ez egy olyan programsorozat, ami három elemből tevődik össze, hogy megszólítja a pedagógusokat és a szülőket, a családokat is. Azt gondolom a legfontosabb az, hogy mindig a gyerekeken keresztül szólítjuk meg a felnőtteket is, hiszen csak együtt közösen érhetünk majd el egy olyan társadalmi szintű változást, amikor majd arról beszélhetünk, hogy mindannyian teszünk azért egy picikét az otthonainkban is, hogy a klímaváltozásra hatással legyünk. Hogy látja, mennyire interaktív ez a párbeszéd a szülők és a gyermekek között? 12 vármegyében zajlik most a programsorozat, és azt látjuk, és azt halljuk a pedagógusok illetve a saját magam környezet és is az, tapasztalat, az a tapasztalatom, hogy minél többet játszunk a gyerekekkel, minél több program van e köré csoportosítva, minél jobban átadjuk ezeket az ismereteket, és megszólítjuk ugye a társadalmat, a gyerekeket, a szülőket, az óvodapedagógusokat, annál jobban ugye egy interaktív kapcsolat alakul ki. Ehhez ugye nagyon-nagyon sok olyan program kell, családi napok kellenek, ilyen bemutató foglalkozások, tevékenységek, amelyben most is részt fognak venni a gyerekek, az óvodapedagógusokkal együtt, hogy egy olyan párbeszédet tudjunk kialakítani, amire valóban azt mondhatjuk, hogy interaktív, hiszen ez a legfontosabb, hogy ezekbe a tevékenységekben a gyerekeken keresztül ugye az óvodapedagógusokat és a szülőket is bevonjuk. Az óvodapedagógusok nagyon-nagyon nyitottak, és a családok is nyitottak erre a szemlélet formálásra. Nyilván minden óvodának ugye más-más a gyermek összetétele, de azt látjuk, hogy a legkisebbektől egészen a legnagyobbik, a legkülönböző szociális és helyzetből érkező családok is nagyon szívesen vesznek részt ezekben a programokban. Hogy látja az óvodapedagógusok, illetve a pedagógusoknak is szükségük van-e még erre az okításra, hiszen ők a felsőfokú tanulmányaik során azért ilyen jellegű képzésekben részt vettek? A világ az változik, és ezzel együtt ugye változnak a környezetvédelmi problémák is, és nem véletlen az, hogy az óvodapedagógusok és a pedagógusoknak az egyik, úgymond, kompetenciára arról szól, hogy az élethosszígtartott tanulás. Nagyon-nagyon fontos az, hogy mindig, mindig tudjuk megújítani az ismerteinket. Én magam is minden szinte évente veszek részt olyan továbbképzéseken és tapasztalatcserén, ahol magam is fejlesztem tovább a tudásomat, hogy azt át tudjam adni nagyon magas szinten a gyerekeknek, a szülőknek és az óvodapedagógusoknak. Is. Ugyanúgy, ahogy 20 évvel ezelőtt ugye jelentkeztek már a környezetvédelmi problémák, de azóta egyes problémák beerősödtek, ugyanígy teljesen mássílegű problémák kerültek az elmúlt évekbe előtérbe, és erre kell érzékenyíteni a gyerekeket és a családokat. Ugyanúgy, ahogy változik az oktatás nevelési folyamata is, egyre nyitottabbak és egyre sokszínűbbek az óvodai nevelési programok, az iskolai nevelési pro, oktató programok, ezért van arra szükség, hogy igenis, hogy hogy változzunk, tanuljunk minél többet, és mindig újszerű ismereteket tudjunk átadni. Ez a program ez felmenő rendszerű? felmenő rendszerű, hiszen a, a mi kis gyerekeink a, a bázisovodánkban is kis csoporttól kezdve nagy csoportig részt vesznek ebben a programon, és úgy adjuk át őket az iskoláknak, hogy ők is klímanoskák, és ott nagyon jó befogadásra találnak, hiszen az iskolák is közvetítik a környezetudatos, klímatudatos szemléletmódot, és őket már így várják az iskolába. Azzal a tapasztalatunk, hogy egyre jobban alakul fel a felmenő jellegű rendszer, sőt a tavalyi évben egy olyan programs vettem részt, ahol a diák önkormányzatok is bekapcsolódtak a klímanoskák programsorozatba, és ők saját maguk dolgozták ki a saját kis klímavállalásaikat. Egy nagyon szép rendezvény sorozat volt az iskolákkal együtt, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Önnek milyen a kapcsolata a szarvas, illetve a szarvas környéki oktatási intézményekkel? A szarvas környéki oktatási intézményeket azért ismerem jobban, mert én magam is szarvason végeztem az óvónök képző intézetben, és most ez a programsorozat még jobban megerősítette ezt a kapcsolati. Rendszert, aminek nagyon örülünk, és azt gondolom, hogy ezzel a program sorozattal még nem fog megállni a mi együttműködésünk, hiszen szakmai tapasztalat cserére? Nagyon-nagyon sokszor lesz még alkalmunk és módunk az elmúlt évekhez hasonlóan, úgyhogy várom én is a további együttműködést. Milyen más hasonló környezetvédelmi megoldásokat tudna javasolni még? Hát maga a programot úgy fogjuk megújítani a következő években, hogy szeretnék a dipolcsoport szervezésében, ugye együtt működünk, és nagyon-nagyon tartalmas már évek óta szakmai kapcsolat, és ők nagyon sokat tesznek ezért a programét, és egy olyan egyesület szervezésében gondolkoznak, ami majd összefogja az egész országban az óvodapedagógusokat, illetve a megújulás lehetőségei pedig az, hogy olyan interaktív játékokon gondolkozunk és dolgozunk, amik esetlegesen már a, a, a digitalizáció felé is álmozdulnak. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sok természetben történő tevékenység van ehhez a programhoz, és túlnyomóan ugye azt képviseljük, hogy mindent a természetben próbáljunk meg a gyerekekkel megtanítani, viszont azt is látjuk, hogy szükség van arra, hogy a gyerekeknek magát a digitalizációval kapcsolatos, ugye van egy olyan probléma, hogy már egész kisovodáskorban megjelenik ez az internet internetfüggőség, hogyan tudjuk olyan mértékben befolyásolni, minél minimalizálni, illetve olyan ismerteket tudjunk átadni a gyerekeknek, ami hasznos legyen. Ez is egy újszerű kihívás, amiről nagyon sokat beszélünk. Az óvodapedagógusoknál is egy vitatott téma, de azt gondolom, hogy így lehet fejlődni, hogy igenis, hogy törni kell az utat az újszerű megoldások felé. Említette, hogy a DiPol csoporttal nagyon jó a kapcsolatuk. Ma már szinte elengedhetetlen, ahogy mondta az internet, illetve az interneten való megjelenés, hiszen önöket is számosan követik szakmai csoportok, pedagógusok. Hogyan lehet önökkel fölvenni a kapcsolatot, illetve utánképzés, utánkövetés van-e, amikor már elengedik egy-egy csoportnak a kezét? A Dipol csoportnak van egy nagyon jó weboldala, a klimanoskák.hu, ahol összegezve vannak azok a képzések, illetve mindazok az ismeretek, illetve olyan tananyagok is vannak megosztva, amik segítségül szolgálnak ugye az óvodapedagógusoknak. Van egy Facebook oldalunk Klímanoskák néven, ahol napi szinten látszódik az, hogy a klímanoskák bázisban hogy zajlik a képzés, és ott is olyan ötleteket osztunk meg, illetve azokat a tevékenységeket napi szinten, amit mi magunk is végzünk az óvodában, hiszen nagyon fontos eleme a programnak az, hogy valóban mi nem csak tanítjuk, hanem így is élünk, ez egy működő program, és én napi szinten a gyerekekkel vagyok bent a csoportban, és alkalmazom ezeket a módszereket, és ezért is nagyon fontos, hogy mindig tudjak én magam is fejlődni, hiszen ez a gyakorlat központúság az egyik nagyon fontos eleme a programnak.